A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban a Vörösmarty Társaságról fogunk beszélgetni, hiszen bizonyosan egyetértenek velem abban, hogy a Vörösmarty Társaság Fehérvár kulturális életének egyik talpontja. Vendégem pedig Bobori Zoltán, a társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Köszönöm a meghívást! Nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, egy kicsit visszatekintünk, és természetesen elmondjuk, hogy mi lesz majd a közeljövőben, hiszen, ahogy mondtam, nagyon-nagyon fontos számunkra minden egyes pillanat, mióta újra kinyitott a Kossuth utcai terem, és hát nyilván a többi terem is ide tartozik. Már is egy kis visszatekintéssel kezdjük, hiszen Jankovics Ferencre emlékeztetek egy versüzettel, és én azt gondolom, hogy nagyon jó az a gondolat, mert hogy méltatlanul keveset foglalkoztunk vele, holott ő meghatározó személyisége volt a magyar, de így a székesfehérvári irodalomnak is. Pontosan ezért gondoltam arra, hogy az ő emlékezetére egy kicsit vissza kellene térni, és hát én azt hiszem, hogy méltatlanul keveset foglalkoztunk, vagy mondhatám azt is, hogy semmit nem foglalkoztunk Jankovics Ferenccel, azon kívül, hogy minden esztendőben megkoszorúzzuk a Szénatéri Könyvtár falán lévő emléktáblát. Egy ilyen koszorúzáskor jutott eszembe, hogy talán többet is kellene tenni Jankovics Ferenc költészete tiszteletére és emlékére. Úgyhogy Vörösmarty Társaság költő tagjait, barátaimat megkérdeztem, hogy lenne-e kedvük írni egy-egy verset Jankovics Ferenchez, vagy Jankovics Ferencről. És hát 11, őszintén mondom, elfogultság nélkül 11 kiváló vers érkezett, és ebből egy kis koszorút csináltunk, 11 koszorú Jankovics Ferenc tiszteletére ebben a kis kiadványban. Nagy öröm volt számomra, és azt hiszem, hogy egy időre legalábbis megakadályozzuk a feledés emlékművének a további építését Jankovics Ferencet illetően. És még egy gyakorlati jelentősége is van ennek a kis könyvnek, az, hogy amikor minden esztendőben majd koszorút helyezünk el az emléktáblán, akkor lesz mit felolvasni vagy elmondani ezekből a versekből. No, hát akkor halljunk egyet, ráadásul tőled. Ez tulajdonképpen az a pillanat, amikor én elhatároztam, hogy verseket fogunk, tehát akkor verskoszorút fogunk csinálni Jankovicsnak. Hétköznapi varázslat, egy koszorúzás pillanatai. A közeli gyárkémény és a toronyház falán aláereszkedett a konok november végi este. Az útszéli fényudvaros lámpák gyenge világa megvilágította a fehér márvány emléktáblát, hogy Jankovics Ferenc arc domborművét élővé varázsolják a levelek izgő, mozgó árnyai. És elevenné váltak az emlékek is, a verses esték, a lelket építő olvasmányok szikrás élményei. Az író-olvasó találkozásuk, az útravalók, a végtelen fényes körútjainak csillagai. Álltam kezemben még a koszorúval, és hálát mutyogtam a teremtőnek a pillanatokért, hogy határtalanná válhattak, és így belefért sok vers, a képzelet, az álmok, emlékek képei. Főhajtásnyi másodpercek voltak csupán, Isten kegyelem teljes ajándéka, mosoly az arcomon. Mélyen meghajoltam,
de lelkem a fénylő, örök csillagos égen talált társakat megköszöntem. Nos, hát igen, a társra találtál a Vörösmarty Társaság tagjai személyében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, és azt hiszem, hogy jó, hogy ezt a missziót ti vállaltátok. Viszont misszió az is a Vörösmarty Társaság részéről, hogy új programokkal próbáltátok bevonzani, úgymond a kultúra kedvelőket, és ez én azt hiszem teljes sikerrel járt. Itt az íróasztal programsorozatra gondolok, mert ez egy egészen különleges beszélgetéssorozat, méghozzá olyan költőket szólítotok meg, vagy szólítunk meg, akik szintén méltatlanul keveset szerepelnek, és méltóságot képviselnek bizonyos értelemben, ráadásul tudnak beszélni a múltról, a jelenről és a jövőről is. Igen, hát több célú ez a program és ez az elképzelés. Hát elsősorban természetesen, mint minden, az a magyar irodalom, kortárs magyar irodalom népszerűsítése, de hát nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy minden ebben résztvevő író, költő, ennek szüksége van arra, hogy megismerjék, népszerűsítsék őt vagy a költészetét. Így aztán, és hát a személyes találkozásoknál azt hiszem, hogy nincs szerencsésebb és jobb. Igen, ez egy varázslatos pillanat mindig személyesen találkozni azzal a költővel, mert ráadásul az indítatásról is beszél, és nem csak a vers beszél helyette, bár néha azt mondjuk, hogy természetesen a vers beszéljen helyettünk, de hát ez nem így van. Igen. Hát nézd, a személyes találkozásoknál, különösen akkor, hogyha ez egy vers bűvöletében történik, akkor nincs szebb és jobb. Úgyhogy ez folytatódik természetesen, majd erről beszélünk, hiszen a közeljövőben is lesznek újabb íróasztal programok. Ugyanakkor, amire én még külön felfigyeltem, és ezt majd a Vajda János díj kapcsán is elmondjuk, hogy a Vörösmarty Kuckó, amelyet Bokros Judit vezet, a kiváló Penna Regia díjas újságíró, hála Istennek csatlakozott, ugye bár az édesapja nyomdokain lépve a Vörösmarty Társasághoz, nagyon sok fiatal jelent meg. És most a Vajda János díját adom, például egy remek verset mondott az egyik fiatal. Honnét jött a gondolat, hogy ezt a Kuckót ilyen szintre fejlesszétek? Hát ez a nekünk hosszú évek óta célkitűzésünk már, és hát megvalósított célkitűzésünk a fiatalok fölkarolása. Ezért volt, vagy van a várban most már 10 esztendeje a trambulin, ami pontosan ezt szolgálta, és szolgálja most is, hogy a pályakezdő fiataloknak megjelenési lehetőséget biztosítsunk. Ez egy írással, költészettel, prózaírással foglalkozó ember számára ez a legnagyobb bátorítás és buzdítás, hogy miért ír az ember azért, hogy megjelenjenek az írásai természetesen. Most hát én a magam példájából is, sőt, sokunk példájából mondhatom, hogy az első megjelenés az, hogy hol jelenik meg a költő melyik, vagy a kezdő író költő melyik pillanatában, az nagyon-nagyon fontos, meghatározó. Mindig a csínyán kell azért ezzel bánni. De hát rendkívül nagy öröm, hogy a trambulin példájára Bokros Judit fölvállalt ezt a szinte fiatalok érdekében vállalt és gondolt missziót, és hát látható, hogy nagyon sok szép eredmény van. Így van, és jó hallgatni ezeket a fiatalokat mindenképpen. Igen, hát volt egy emlékezetes találkozó középiskolás fiatalokkal nemrégiben, amit hát nem igazán jó előjelekkel vártunk, illetve én nem, mert én biztos voltam benne, hogy ez sikeres, de hát volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ez kétséges ennek a sikere. Ott voltak a középiskolás fiatalok, felejthetetlen élmény volt az ővelük való találkozás, ahogy ők felszólaltak, két kiváló író vendége volt ennek az összejövetelnek, a Borbély László és a Domonkos László, és
elragadtatással beszéltek arról, hogy milyen fiataljaink vannak. Igen, pedig ők aztán sok mindent megéltek már. Igen. És akkor ehhez, ha már a fiatalokról beszélünk, akkor ha nem is sorrendben, de szervesen kapcsolódik a versünnep. Ugye a versünnepen együtt zsűrizünk. Én azt mondom, hogy esztendőről esztendőre bebizonyosodik, hogy a fiatalok igenis érdeklődnek, nem csak a kortárs irodalom iránt, és nem csak azokat a verseket kedvelik meg, amelyeket úgymond kötelező jelleggel kell tanulniuk az iskolában, hanem egyre inkább gondolkodóak és gondoskodóak. És most, hogy említetted, és hogy fölidézhetem különösen a döntő pillanatait, hát ez valami egészen megrendítő élmény volt számomra, és felemelő érzés. Hát egymás mellett ülünk ott a zsűriben, és csak ámulunk és bámulunk, hogy úristen, mikre képesek ezek a fiatalok. És a magyar költészet olyan remekeit szólaltatták meg, értően, okosan, fiatalos hangon. Tehát felejthetetlen élmény volt. Az eddigi versünnep döntőknek azt hiszem, hogy ez volt a csúcspontja. Igen, én is ezt gondolom, mert most volt 5-6 olyan fiatal, bárki győzhetett volna. És ilyenkor mindig eszembe jut a Csíki versünnep, ami most lesz a közeljövőben, hogy ott 200 fiatal mond verset, és egyszerűen nem lehet megkülönböztetni, mármint abban az értelemben őket, hogy most a jó, a jobb vagy a legjobb. Mert nagyon sokan vannak. Azt hiszem, hogy ez egy jó út, és talán egy kicsit emeljük ki a pedagógusokat, tehát nem csak a színművész segítőket, hanem a pedagógusokat, mert most már jószerivel van 5-6 olyan iskola, ahol igen magas szinten folyik ez a segítő munka. Hát én nagyon örülök, hogy ezt elmondhatom, ugyanis hát ebben is hosszú évek óta tapasztalástársak vagyunk, hogy hát elég sokszor mondtuk azt, hogy a pedagógusokon, fölkészítő tanárokon nagyon sok minden múlik, és sokszor elmarasztaltuk őket, hát legyünk őszinték, de most hát ezt meg kell föltétlenül változtatni, különösen azoknak az intézményeknek a tanárait, akiknek a fiataljai ilyen fantasztikus módon szerepelnek. Úgyhogy hát köszönet a fölkészítőknek mindezért. Ha már versengésről van szó, akkor nem hagyhatjuk ki a Vajda János díjat. Ez az idén is osztatlan sikert aratott. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ilyen értelemben. László Zsolt nyerte el idén az, és hát említsük meg, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörös Marti Társaság ebben az együttműködésben kiteljesedett. Igen. Bocsánat, hogy azt mondom, de büszke vagyok arra, hogy annak idején a Gárdonyi Géza Művelődési Házzal közösen elkezdtük ezt a Vajda János díj sorozatot, és hát most meg különösen büszke vagyok arra, hogy teljesen megérdemelten, hosszú-hosszú évek óta vártan László Zsolt kapta meg, akinek azt hiszem, hogy a költészete és a prózaírói munkája most kiteljesedett, és egy rendkívül érett, tapasztalt, rendkívül intelligenciával rendelkező költőíró kapta meg ezt a díjat. Hát nagyon-nagyon örültünk neki valamennyien. És hát itt van nekünk a vár, ezt hadd mutassam meg. Én azt gondolom, hogy valamennyi évfolyam, ez az irodalmi és közéleti folyóirat, és ez fontos, hogy a közéletbe is bekapcsolódnak a székesfehérvári szépírók, mert ez így egységes és egész, és főszerkesztőként én azt gondolom, hogy nagyon sokat teszel azért, hogy ez olvasott legyen, és a szerkesztőtársaid nem különben, hiszen azért, hadd említsem meg őket, hiszen Aratóni, Arató Antal, P. Maklár Éva, Váci Márk, László Zsolt, az imént már említettük, ráadásul Sebők Melinda is továbbra is csatlakozik ehhez a csapathoz, fantasztikus. No, és itt emlékeznünk kell, mégpedig azért, mert ebben a folyóiratban olvashatunk egy Sajtos Lajos verset.
Ugye te búcsúzol tőle ki magával Dacol című írásodban, én azt hiszem, hogy ez rendkívüli méltóságot takar. Én viszont a Fekete Szél című verset hadd olvassam fel, ráadásul Jankovics Ferenc áthallással írja Sajtos Lajos barátunk. Ami egyetlen lobogó rétingünket már nem fényes szellők fújták, ünnepeinket az istenek beárnyékolták. Hosszú árnyék vetült életünkre, fekete szél fújt ránk minden ünnen, nem csoda, ha lelkünkben nincsen ünnep. Bár ütemesen nem csaptuk össze tenyerünket, kapkodtuk lábunkat akkor is, ha nem kergettek. Kergekor volt, tanul rá minden letépet naptár és naplólapunk, bár nem kötöttünk talpunkra utilaput. A hűség volt egyetlen ultimátumunk. Féltük és káromoltuk a mi urunk, s fölszakadt számos furunkulusunk, mert elvakartuk kélyes éjjel, helyközi, nagy-nagy szenvedéllyel, sebeinket, a nem létezőket. Amit csak hitettek velünk, nem valónak írtuk, és mondtuk igavalónkat, egyetlen ingünket, igénket, igenünket a ránk sötétedett időnek. Nagyon fog hiányozni nekünk Sajtos Lajos mindenképpen. Hasonlókat tudnék most nagy megrendülten még most is mondani Lajos esetében, mint amit László Zsoltról mondtam az előbb, hogy hát egy teljesen érett, kiteljesedett költészet és pálya szakadt meg ezzel. Tényleg az elmúlt esztendőkben a Lajos azon kívül, hogy a Kárpát-medence jelentős irodalmi folyóirataiban, meg hát persze az országos folyóiratokban is sorozatosan megjelent, és ezzel növelte a városirodalmi életének az értékét. Hát ez egy nagyon-nagyon komoly és kiteljesedő pálya fejeződött be. Nagy fájdalom a hiánya. Mint ahogy nagy fájdalom mindazoknak a hiánya, akikre emlékeznünk kell. Tehát így volt ez Bódás Jánossal is. Én azt hiszem, hogy vele is meglehetősen keveset foglalkoztunk. Holott, amikor újra felfedeztük évtizedekkel ezelőtt, akkor én azt gondoltam, hogy ő kellően népszerű lesz ahhoz, hogy akár havonta előkerül valamilyen formában. Aztán nem így történt. Viszont itt tettetek érte, hogy azért visszatekintsünk az ő fantasztikus pályájára. Igen, hát csak ismételni tudnám magam, hogy a feladatunk az, hogy ne menjen veszendőbe, vagy ne feledkezzünk meg olyan kiváló fehérvári írókról, költőkről, mint amilyen Bódás János volt. Annak a csodálatos generációnak az egyik tagja, ami a Sobor Antal, Takács Imre, Román Tanár úr, Dienes Otto, Kalász Márton abban az időben, ez fémjelezte a fehérvári irodalmat. És hát Bódás János egyébként is egy olyan lelkész költő volt, akinek a költészetére, az ő mondani valójára és az Isten hitére, én azt hiszem, most nagyon nagy szükségünk van. Az a lelki békesség, ami árad az ő költészetéből, és az a bátorítás és az Istenhez való fordulás felé irányítás, ami azt hiszem, hogy szükségessé tette, hogy emlékezzünk rá. Ha már a költőkről beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg a költészet napjáról sem. Megerősítést jelentett két esztendő után, hogy azért ismét elindult az élet. Kisütött a nap, ha úgy tetszik? Hát nézd, persze természetesen, hogy megerősítés jelent, és azért azt hadd mondjam el, hogy ezek után, az esztendők után, meg a mai világban azért erre az erősítésre nagyon nagy szükségünk van. És nagyon jó lenne, hogyha minél többen tapasztalnák meg azt, hogy a költészet milyen mértékben járul hozzá az ember belső békéhez, vagy járulhat hozzá. Sokat mondjuk, hogy veszített az értékéből, meg tehát ez a sokat mondott mondat, hogy ez nem a költői lelkekkora, de hát
Én mégis azt mondom, hogy élő költészet és az élő költészet üzenete számunkra az létezik, és létezni is fog. És ha már az üzeneteknél tartunk, egyetértek veled, nagyon-nagyon fontos, főleg így, hogy itt van az orosz-ukrán háború, és nagyon is jól tudjuk, hogy mi is miként viszonyulunk a háborúhoz, a magyar-lengyel barátság napja, amely jó részben neked köszönhető, neked és a társaidnak, hogy ez költészet szempontjából is és emberi szempontból is esztendőről esztendőre megvalósul és tovább vihető. Erősíts meg engem, Lajos, kérlek, hogy fantasztikus pillanatok voltak most is ez a lengyelekkel, lengyel költőkkel, írókkal való találkozás. És most, amikor ilyen lehetetlen állapotok uralkodnak Európában és a világban is itt körülöttünk, akkor mindenki számára, akár mondjuk a lengyel-magyar, magyar-lengyel barátságban, ez egy elengedhetetlenül fontos megerősítést jelenthet. És hát ott minden pillanatban éreztük azt, hogy itt most elfelejthető és felejtünk mindent, ami a két nép történelmi barátságára bármiféle kis árnyékot vet, és hát ezt az irodalomnak köszönhetjük. Így van, tehát Opole Vajdaság és Opole Város, ugye testvérvárosunk küldöttsége is ennek adott hangot. No, viszont lesznek programok a közeljövőben, és erről kérek egy rövid tájékoztatást tőled, Zalikám. Tegnap voltam egy asztaltársaságnak az összejövetelén, ez a Szeghalmi Elemér Társaság, amelyikben csupa nagy tudású egyetemi tanár, irodalmár, különböző területeken dolgozó kiváló emberek vannak, és hát itt sok minden szóba került, és minden alkalommal szóba került, hogy én fontosnak találtam, és remélem, hogy eredményes is lesz. Egy kerekasztal beszélgetésre kértem őket, amiben arról fog mindenki a maga szakterületén és a maga kedve szerint beszélni, hogy hogy élünk ma. Ebben tulajdonképpen nagyon sok minden bele fog férni. Itt lesz vallás, filozófus, tudós emberek, egyetemi tanárok, kiváló irodalmár az Elmer István személyében, és a Tolcsai Béla barátunk. Úgyhogy mindenkit szeretnék bátorítani és biztatni, jöjjön el, mert ez hatalmas nagy élmény lehet ez a beszélgetés. Tegnap is szóba került a korábbi kerekasztal beszélgetések, még a legelső talán, emlékszel persze, a Szent István Művelődési Házban, amit általában a Kondor Katalin vezetett, és vezetett most is legutóbb nálunk a Vörösmarty Társaságnál, hogy hát ezek csodálatos élményt jelentenek. Igen. Itt is arról van szó, hogy az ország kiemelkedő személyiségeivel lehet személyesen találkozni, és lehet hallani őket. Erre a beszélgetésen külön felhívnám a figyelmet, mert ez valami hihetetlen nagy élménynek ígérkezik. Ígérem, hogy ott leszünk, és beszámolunk róla természetesen. Én nagyon büszke vagyok, hogy elfogadták a meghívásomat, mégpedig hát köztudottan úgy, hogy ezt teljesen baráti alapon teszik meg nekünk, hogy eljönnek az ország minden tájáról. No, hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés, továbblépés. Így lesz aztán vendégünk a Magyar Örökség díjjal nem régen kitüntetett, és József Attila és Babérko Szorús Döbrentei Kornél, akit nagyon várok, hogy milyen izgalmasabb beszélgessünk. Igen, hát ő egy egyedi személyiség mindenképpen. Zolikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és bízom benne, hogy jó egészséget kívánva, hogy minden program megvalósul, és a közeljövőben
nem lesz olyan, mint eddig, hogy koronavírus járvány és gazdasági nehézségek akadályozzák a munkátokat. Ehhez kívánok erőt, egészséget nektek, és azt az ígéretet megismétlem, hogy természetesen minden olyan eseményről beszámolunk, ami fontos számotokra, számunkra, mert ez fontos a fehérvári kultúra. Köszönöm szépen, Lajos, és valóban erőre, egészségre van szükség. Úgy legyen, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a Vörösmarty Társaság programjairól beszélgettünk a társaság elnökével, Bobori Zoltánnal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.